Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel két napra szól, mert az energia nagyon hasonló. Mégpedig július 26-ára és 27-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De van más jóga is, mint például az ujjak jógája, és itt mutatnék most egy gyakorlatot, és ez segít a fejfájás ellen. A hüvelyk ujjat és a középső ujjat így összenyomjuk. A többit befele fordítjuk, és a kopf, most németül mondtam, elnézést, tehát a fej irányába legyen ez a gyakorlat, hiszen fejfájásról van szó. Amikor összenyomjuk az ujjunkat, akkor mélyen belélegzünk. És akkor kicsit elengedjük, és ebben az időszakban kilélegzünk. Tehát belélegzünk, kilélegzünk. Mutatom a gyakorlatot. És ez az új jóga, ez a gyakorlat segít fejfájásnál. Július 26-án a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon messze van a mi földünktől. És itt van egy Lilith energia mező, ami utal a vágyainkra, az álmainkra, az elképzeléseinkre, de mivel olyan messze van a Földtől, hogy úgy tűnik számunkra most a napokban, hogy ez elérhetetlen, tehát bizonytalanságokat vált ki. Az is lehet, hogy valaki azt közli, ne álmodoz, ebből úgysem lesz semmi. Július 26-án a hold az Altra holdházban van, és ez a holdház azt jelenti, itt lesznek könnyek, vagy az öröm miatt, vagy a bánat miatt. De nagyon emocionális lesz ez a nap számunkra. Ezen a napon lesz egy kreatív tevékenység, és lehet szerencse is. Július 27-én a hold a Purvánású holdházban található, és az azt jelenti, hogy valaki vagy valami visszatér hozzád a múltból. Ügyelj arra, hogy ne légy visszahúzódó, inkább légy aktív. A hold és Vénusz bolygó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van. Ez utal a kapcsolatokra, a kommunikációra, a könnyűségre. Mars bolygó a kos jegyéből hat, és mivel a kos jegye és az ikrek jegye barátságban áll egymással, így Mars bolygó és Vénusz bolygó között megvan ez a jó kapcsolat. Sőt, mi hölgyek hajlamosak vagyunk arra, hogy kimutassuk az érzelmeinket, hiszen itt megvan a hold hatása is. Merkur bolygó és a nap az a rák jegyében van az indiai számítás szerint. Ránk hölgyekre ez jól hat. Itt lehet valamit tisztázni, de a férfiakra kevésbé hat ez jól ki, tehát ők nem hajlamosak nyíltan beszélni érzelmekről. És mivel ez megbánt bennünket, hölgyeket, ezt igazságtalannak tekintjük, ez ahhoz vezet, hogy bizonytalanságok vannak, tehát a kapcsolat jó a férfival, viszont nehéz most valamit tisztázni, és nehéz ez a kommunikáció jelen pillanatban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, tenderrel!